Ezt a napot a gyermekek minden évben nagyon várják, hiszen annak öltöznek be, aminek csak akarnak. A jelmezeket és a maszkokat a szülők segítségével készítik el. Elsősorban a fantáziájukat fejleszti, és az önkifejező képességüket. Ilyenkor nagyon beleélik magukat a szerepbe, a jelmezükbe, és teljesen átváltoznak. Úgyhogy ezen a napon az óvoda olyan, mint egy elvarázsolt kastély. A délelőtt fénypontja a jelmez bemutató volt. Találkozhattunk tündérrel, hercegnővel, varázslóval, egy matróz együtt táncolt egy pillangóval, de volt olyan is, aki tévékészüléknek öltözött be. Én vagyok Télanyú, én szeretem a gyerekeket, és szeretek osztozni mindenkivel, és szeretem az ajándékokat is, csak azoknak adok, akik jó viselkednek. Én hófehérkének öltöztem, azért, mert az szép hercegnő. Kedvenc meséd esetleg? Igen. És hol láttad ezt a mesét? A YouTube-on. Szép is a masnya, meg kis fülei. Azért tetszik a Minnie Mouse? Igen. TV-ben szoktad nézni? Igen. És ő miért tetszik neked? Hát azért, mert lány, és szép a ruhája. A farsang vízkereszt napjától hamvazó szerdáig tart. Ami a szokásokat és a hiedelmeket illeti, többnyire farsang vasárnap, farsang hétfő és húsvét hagyókedd, azaz a farsang farka alkotja az igazi farsangot. Ma elhalkulnak a hangszerek, hiszen holnap megkezdődik a húsvét előtti nagy böjt.